A vizek lehűltével egyre nagyobb csapatokban vannak ragadózóink, ezek közül mondjuk a sügerek vagy a kősüllők meg igazán nagy csapatokban találhatóak meg, egy-egy úgymond forró ponton. Ezeket a forró pontokat többféleképpen meghorgászhatjuk, de szerintem az egyik legjobb módszer erre a dropshot, éppen ezért ezt szeretném a mai adásban úgymond ezt bemutatni. Ez most, ami kezemben van, egy Samurai Spin 2.10-es 2.8 gram dobósúlyú. Egész gerinces botról beszélünk. Ellenben a spic része az egy nagyon finom kis úgymond műszer, ha így tetszik. Azért kell, hogy a úgymond azt a finomabb csalikat el tudjuk dobni, és a dropshotot óvatosan tudjuk emelgetve vezetni magunk felé, és a kapásokat is tudjuk látni ezen a részen. Ha meg jobb ragadozó akad a horgunkra, akkor meg itt van a botnak a gerince, és tökéletesen fogja végezni a dolgát. Egy 4000-es orsó tökéletes, jelen esetben ez egy Sauber, és lehet telibe monofil zsinót is használni. Én azonban sokkal jobban szeretem a fonott zsinót, sokkal direktebb a csali vezetés, illetve a kapás. Azonban a dropshot módszere nem igazán jó a fonott zsinór. Így muszáj előkét raknunk. Többféle előke zsinót használhatunk. Használhatunk fluorokarbont, vagy használhatunk éppen én most egy LNK Fine Mono zsinót használtam. Az a lényege, hogy látszik, hogy ő jobban mereven tartja ezt a dropshot szereléket. Ennyi az egész egyébként, ez a dropshot szerelék, tehát a horgunk az így vízszintesen áll, ez egy marudó horog, LNK pici gumival, plastikkal, ezt nagyon szereti a sügér, illetve a kősüllő is esetleg. És ami másik lelke az egésznek, az, hogy tudjuk változtatni a dropshot ólommal a távolságot. Tehát most ilyen körülbelül maxra állítottam, hagyhattam volna hosszabb zsinort is, de ha szeretném, akkor ezt kipattintom, és akkor akár ide is rakhatom, tehát közelebb a talajhoz. Ez függ attól is, hogy mekkora távolságra horgászunk, illetve függ a ragadozók kapó kedvétől is, mondjuk van egy aljnövényzet, azt fölé tudjuk vezetni szépen, és akkor azt fölött el tudjuk vezetni ezt a csalit. Hát ez most hihetetlen jó helyre ment, nagyon-nagyon el kell találnom egyrészt a távolt, másrészt az irányt. Tehát ilyen, itt van egy hajó, ott egy, emitt a másik vége, és azon három közé kell bedobnom. És ez ilyen nagyon-nagyon jó helynek néz ki. Ajj, gyönyörű, ez jó is lesz ráadásul. Háj, de jó, ezért imádom ezt a érzékeny hezű botot, meg ilyen is kell egyébként a dropshotozásra, mint ez a Wizard Samurai Spin, hogy nagyon érzékeny a hegye, hát ez egy 2-8 grammos egyébként, nem is az a lényeg, hanem pont olyan szépen dolgozik a hegye, lágyan leköveti a úgymond a csalinak a mozgását, és hát a kapás. Gyönyörűen dolgozik a sügerem, nem is olyan rossz ráadásul. Sőt, így de szép vagy te. Íbe. Ez az. És milyen gyönyörű ez is. Érdekes, hogy ez ilyen kicsit sárgásabb színű. Megszabadítjuk a horogtól. Hát ez éppen, hogy csak fogta. Elengedem szépen a zsinót. Így van, ennyi. Lehet, hogy kisugrik a kezemből. Óvatosan próbálom. Túl kell súlyozni, az egyértelmű. Arra még nem tettem ki. Tehát nagyon túl kell súlyozni. Mondjuk
itt egy 3 grammos jigfejjel el tudnék horgászni, de 14 grammal horgászok, éppen azért, hogy egy helybe tudjam nagyjából tartani, mert tudom, hogy hol vannak a ragadozók. És ha tudom pontosan, hol van az a kapás zóna, akkor ezzel a dropshottal ott tudom tartani nagyon sokáig, ott tudom ingerelni, és úgymond kevés az a holtidő, mikor képzeljünk el, van egy terület, eldobom, benne vagyok, húzok 2-3-at emelek, eddig volt a kapás zónában a csalim, majd kitekerem, újra dobok. A dropshotnál ez szépen ott pöcezgetem nagyon-nagyon hosszú ideig, és hát sokkal eredményesebbek tudunk így lenni egy adott szituációban, mikor tudjuk, hogy hol van a nagyon sok ragadozó. Van az újabb hal. Szerintem ez is sügér a védekezése alapján. És a sügér az viszonylag vehemensen védekezik méretéhez képest. Úgy van. Egy sügérke. Ismét egy. Gyönyörű, ezért szeretem a csapósügeret egyébként, hogy gyönyörű mintázata van neki. Van itt ez a fekete pöttye hátán. Ez mondjuk még nem is a legélénkebb. Legélénkebb színűek mondjuk például a Tiszatavon vagy a Balatonon, ami egész tiszta vízben vannak. Minél sötét helyen lakik egyébként egy sügér vagy bármilyen hal, annál világosabb a színe. Tehát ez látszik, hogy itt a hajók alatt tengeti napjait, illetve csipkodja az apró táplálékhalat. Na, mehetsz vissza.